hozzáférhető nyilvános adatokból kiderül, hogy 5,66 milliárd forint bruttó nyilvántartási értékű területet 1,2 milliárd forinti rekordja vegyélni, az bűncselekmény. És a hűtlen kezelésnek a bűncselekményét kimeríti. És mindez történt úgy, ahogyan ezt a sajtótájékoztatón is megfogalmaztam, ugye, hogy ezeket a területeket a magyar állam, ugye a Honvédelmi Minisztérium tulajdonában voltak, úgy adta át Veszprém és Szentkirály Szabadja tulajdonába ingyenesen, térítésmentesen, hogy azon repülőtér létesüljön. Az megint egy másik kérdés, hogy én, mint balatonalmádi lakos és mint balatonalmádi embereknek az országgyűlési képviselője, azokkal a tervekkel, amiket ők beadtak engedélyeztetésre, soha nem értettünk egyet, és soha nem akartuk, hogy így megvalósuljon az a repülőtér, hiszen az városunknak a tönkretételét jelentette volna. De most ezt felejtsük el, csak a területnek az eladását nézzük. Volt körülbelül a területeknek a 75%-a Veszprém tulajdonában, a 25% Szentkirály Szabadja. A veszprémi területeknek tulajdonban adási szerződés szerint 5,2 milliárd forint volt az értéke, a Szentkirály Szabadjai pedig 460 millió, ha jól emlékszem. Na most akkor most tessék megkapaszkodni, Veszprém az ugye a végtelárunk fele-fele arányba osztoztak, tehát Veszprém 5,2 milliárd értékű területért 600 millió forintot kapott. Hát hogyha ez nem hűtlen kezelés, ez nem a nemzeti vagyonnak az elhárdálása, akkor semmi. Tehát Sukorónál másfél milliárdról szólt a téma, ahhoz képest ez egy arcpirító visszaélés a nemzetnek a vagyonával, és nagyon jól tudjuk, bár ugye a feljelentés úgy szólt, mi nyilván senkit nem vádolunk alaptalanul bűncselekmény elkövetésével, hogy ismeretlen tettes ellen, de tudjuk, hogy ez a szerződés 2006. szeptemberében melyik városvezetés írta alá. Aztán majd azt persze természetesen a nyomozóhatóságú dolga kideríteni, hogy valóban megtörtént, de az igazságérzetünk azt mondja, és nekem is egyből azt mondta az igazságérzetem, és amint hozzájutottam a papírokhoz, rögtön meg is tettem a feljelentést, mert azt mondja az igazságérzetem, hogyha én mondjuk valaki rám bízza 5,6 millió forint értékű autóját, és én azt 1,2 millióért eladom, akkor sok minden leszek, csak jó ember, nem annak a másik embernek a szemében. Tehát kirívó aránytalanság van. És egyébként a kérdésére válaszolva, hogy más ügyekben is tervezzük-e, hát tulajdonképpen képviselőtársaimmal együtt, mióta megkezdtük munkánkat, vagy korábban is, szinte más sem csinálunk, mint ezeknek az ügyeknek járunk utána országszerte. Én magam is több ilyen ügyben benne vagyok jelenleg is. Hónapok óta küzdünk például a vértesi erőműnek a megmentéséért, az utolsó magyar szénerőmű és a hozzátartozó szénbánya, mint Vertikum. Mi azt szeretnénk, hogy az ott dolgozó közel 1500 embernek továbbra is legyen a munkahelye, és több ezer családnak a megélhetése továbbra is biztosítva legyen. Sajnos itt megint látszódik egy háttérösszefonulás az MSZP és a Fideszhez közel álló körök között. Egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy ki akarják mutyizni ezt az erőművet, hiszen az oroszlányi közgyűlésben már szó szerint szóba került Hújber Ottónak a neve, aki Kapolyinak jó cimborája és üzlettársa, akinek sikerült megakadályozni, hogy Tokaji borvidék közelében Szerencsnél szalmatüzelési erőművet létesítsen, tönkretéve a tokaji borokat, és mint Hungarikum ez veszélybe került, és most ezzel próbálják úgy néz ki kárpótolni, hogy megkapja ezt az erőművet. A szénbányát már úgy tudni idén évvégével be akarják zárni, 800 bányászt elküldve az utcára, és azzal a 150-200 emberrel, aki egy szalmatüzelésű erőmű működtetéséhez szükséges megvalósítani ezt a másik beruházást. És mindez azért következett be, azért kért most csődvédelmet a vértesi erőmű, mert Kapolyi László, a másik szocialista körökhöz köthető nagyvállalkozó, néhány évvel ezelőtt olyan szerződéseket köttetett az erőművel, az erőmű vezetésével, amelyből aztán kihátrálta, és 10 milliárd forintos adósságot vagy teljesítetlen számát hagyott hátra. És amit most érthető módon a másik oldalon, a szerződés másik oldalon álló cégek szeretnének megkapni, különböző külföldi áramszolgáltató cégek, és folyamatosan mérik a bírósági pereket, itt egy milliárd, ott egy milliárd, és már oda jutott a vértesi erőmű, hogy ezt már nem bírja kifizetni, csak kért egy csődvédelmet maga ellen, és most így védekezik, összehúzta magát. Na most mi szerdán, mint egy köszönetképpen az oroszlányi bányászokkal ellátogattunk Kapolyi úrnak a villájához, az interneten meg lehet nézni a videófelvételt, és csak egy példaként, hogy mennyire egyformák Magyarországon az állampolgárok. Fent a Schwab-hegyen a Béla Király úton van a
félig a helybe beépített rezidenciája ennek a szegény embernek. Nyilván szociális érzékenysége óriási, és hát vittünk néhány zsákszenet ajándékban, amit a kocsi felhajtójára kiborogattunk, csak hogy megköszönjük ezt a jó téteményét neki, és kihívta a biztonsági ürei, mert ilyenek is vannak, kihívták a rendőröket. Körülbelül 3 percen belül 8 rendőrautó érkezett a helyszínre, és a 8 rendőrautóval olyan 20-30 rendőr, mi pedig összesen a sajtótájékoztatót tartottuk, két országgyűlési képviselő és rajtunk kívül még olyan 6-8 ember volt ott. Tehát ilyen óriási veszélyt jelentünk a társadalomra, és a legjobban az MTV-nek az operatőre volt egyébként felháborodva, hogy amikor az MTV-nek kirámolták a közvetítőkocsiját, 6,5 órával tért ki egy rendőrautó, még valaki kicsit megmerte ráncigálni a kapuinknak a bajszát, és 3 percen belül 8 rendőrautó érkezett a helyszínre. Tehát, ami Magyarországon ilyen különbségek vannak állampolgár és állampolgár között, teljesen mindegy kormánytól függetlenül, ezt mi nem, nyilván nem fogjuk sosem hagyni, és mindig az igazságérzetünk azt követeli, hogy utána menjünk ezeknek a dolgoknak, és a további ügyekben is, amik most folyamatban vannak, most nyilván nem akarom ezt már ezzel mutatni önöket, de szerintem képviselőtársaim körülbelül ugyanezen a szinten vannak, ahogy én ismerem az ő általuk felvállalt ügyeket. Mesélhetnék itt az óbudai halógyári szigetre tervezett szintén izraeli hátterű kaszinóvárosról, vagy a többi olyan igazságtalan és nem a nemzet javát szolgáló beruházásról, amit próbálnak a torkunkkal leerőltetni. Mindig ott leszünk és mindig ki fogjuk mondani az igazat és mindig oda fogunk állni. Aztán kérdezték tőlünk, hogy nem félünk-e. Mondtuk, hogyha mi is félnénk, tehát minket azért küldtek oda az emberek, hogy ezt megcsináljuk. Lehet, hogy félnünk kéne, hiszen voltak már olyan jelek, amik arra utalnak, hogy nem mindenki szeret minket, de hát ezt egyszer valakinek föl kell vállalni, úgyhogy ezt fogjuk továbbra is csinálni. Köszönöm.